Sajtótájékoztató keretében mutatták be Paks új főépítészét, Kirizsné Buják Mariannát. Az új atomerőművi blokkok építésével párhuzamosan Paks városa is nagy fejlődésen megy keresztül, mely érinti a település városképét, építészetét és az egész város szerkezetét. Ezért van szükség a lakossággal és az önkormányzattal együttműködő új szakemberre. Főépítészasszony, építészmérnök, településmérnök, nukleáris létesítményeknek a szakmérnöke, tanár végzettségekkel rendelkezik, és hát azon túl, hogy nyilván a Paksi atomerőműben dolgozik, azon túl már van önkormányzati tapasztalata is. Ugyanis a Pécsi Egyetem után a siklósi, majd a pécsi önkormányzatnál dolgozott. 13 éve költözött családjával Paksra, és az atomerőmű építészeti osztályán helyezkedett el. Közben a BME nukleáris építmények szakmérnöke képesítést is megszerezte. Mint mondta, Paksnak nagyon jó adottságai vannak, de nincs mindenki használva. A Dunapartnak a felszabadítása az még várat magára, de a városnak vannak ez irányú tervei, úgyhogy reményeink szerint rövid időn belül, vagy záros határidőn belül használatba lehet venni majd a Paksi Dunapartot, hogy méltón képviselhesse a zöld területet a városban. Kiemelte Paks építészeti értékeinek megóvását és a lakossággal való együtt gondolkodást. A paksi születésű főépítész július 1-je óta megbízási szerződéssel látja el feladatait.